George Schneider nevű író, aki most veszítette el a feleségét 25 évi házasság után, az 50-es éveiben jár, és gyakorlatilag attól, hogy ez az egyetlen egy asszony volt az ő lelki társa egész életében, hát a padlóra kerül, ami teljesen érthető, és hiába megy el külföldre nyaralni, ami tudjuk, hogy ilyenkor nem segít, és amikor bekapcsolunk a történetbe, akkor éppen az egész írói munkássága, meg az élete romokban ever. Hát itt inkább az elhunyt asszony szemével tudom nézni, hogy nagyon, nagyon egymásnak valók voltak, tehát őnek igazából nem ott gondja az élettel, az volt a dolga, hogy írjam. Most meg kell tanulni élni. Meg kell tanulni a mindennapokkal foglalkozni, hogy kell befizetni egy számlát, hogy kell kinyitni egy szardíniás dobozt, hogy kell egyáltalán emberekkel beszélgetni, mert amíg az az, hogy mindenkivel szóba állt, addig ő semmit nem csinált, szóval nem volt egy kommunikatív, hát egy író ember, aki nagyon jól el volt ezzel az egy emberrel, aki az ő másik fele volt, tehát meg kell tanulni élni. Úgyhogy itt, amíg a darabban rádöbben erre, addig azért sok konfliktus, sok belső vívódás inkább az, amit én is mindig mondok, hogy az ember muszáj, hogy saját magából induljon ki, tehát nekünk mind folyamatosan változni kell. Nem könnyű ember.